Üdv mindenkinek! Most épp sok hónapnyi vállalkozás után végre újra folytathatjuk a The Great Eastern Chronicles-t. De miért kezdenénk itt valami? Ezekkel már nem kell foglalkozni, még ezzel se. Bespoke Trailer. Ugyan szereztem meg, mindjárt megmutatom. Nem kell más ide, csak megváltoztatni a ruházatot. És hogy? De még meg megmondanám. Ez lesz a következő cél elérése. Így. Már ezeket bekapcsolom, akkor megváltozik a ruházatok a The Great Eastern Resolve-hoz. Ja, és hogy fognak kinézni? Így. Meg a legvincesebb Sherlock Holmes. Tehát most a Rizolfe. Szóval, hol hagytuk abba? Megutolsóan végigcsinálva az Adventures-t, és sok megválaszolatlan kérdés maradt. Szorok is egy csomót ebből. 1. Jezai vett sorsa. 2. Miért Kazuma holttestével, és mi volt a titka? 3. Hogy miért Soseki Natsume sorsa? 4. Miért Gina Lestrade sorsa? 5. Mit jelentenek a Morse jelek? 6. Ki a felelős a rejtés gyilkosságokért? 7. Miért olyan elsős Berokven ZX? Mint japán csávó. 8. Ki az az Ashin? 9. Mi is ez? Miért ölte meg Jezebet Dr. John H. Wilson-t? Ennyi megválaszolatlan kérdés van. Na hát még van többe is. Jó van, akkor kezdhetjük. Tehát Rizov ezen a kezdetét veszi. Standing here in the bright sunshine, looking out over the vast ocean, those days in London seem like a dream. But I do miss my time in England's vast capital. You know, his floor seems a truly wonderful lawyer. I've no doubt that at this very moment he's fighting some noble cause in court. Forgive me for taking so long to come to visit you. My life has been such a whirlwind since I returned. And no one could have predicted what has happened. Just 2 months after arriving home. You go shatter the kid who have you. So I came here today to ask something of you.
Tomorrow, I shall be standing in court. For the only time in my life. As a lawyer. So please, I ask for your guidance. Kazuma-sama. Suzato Mikotova. De hát ezzel róla fog szólni, aki meg fog védeni egy kliensét. The Adventure of the Blossoming Eternal. De nem kellett ezért még lesni sem. Két hónapja volt utoljára itt, a japán bíróságban, és ideges. Yuji Mikotova. Nehezen ismeri fel az apja. Hát, hogy sose született volna meg, hát ilyet mondani. Igen, ez már ismerik a Adventures-ből. Suzato apját, a professzort az egyetemről. A vádlott pedig... Ez a csal. Szóval neki leszek az ügyvéd. Minden hamis ízés. Rei Membami. A legjobb barátnője. Ő is egyetemben dolgozik. De most gyilkosságért gyorsítják. Szóval azért van itt, hogy megvédje a barátnőjét. Nem, hogy tudjuk, de tudnám. Nem tudja ki ő. Megszik a fejre, mikor fog a dolg. Ez a legjobb arc, és ismeri fel az arcát. Összlepődik meg, hogy a barátnőjét látja. A barát. Most, hogy nem mondom barát. Ez volt az egyik megoldás. Mi kaphatott engedélyt az ügyvédsége? Itt elutasítják a nőket. Ami gyalázatos. Ez egy aljas vicc. Mert nők tiltott helyezik.
Mi már lehetek az idő. Ez is helye, baszik, miért nem álltad be? Why does that go? I wonder. What's this idea? We never hold. Mindig volt a gondolszik. A baj már kezdődik is. Már van is. Nem mondta. Szóval az ilyen impulzitumot adott. Szóval más ügyvéd nem vállalta az... az ügyvédsét. Biztos azért, mert ki az áldozat. Szuzátó Mikotova. Rajnuszke asszisztense. Jaj, szentség, ne rúgodom. Szuzátó Mikotova, Szücsi Mikotova kontra Takei Tsuchi Aoki. A vád készen áll. Olyan nevet adott magának, hogy rájutáljon, náluk adó. Ő lenne a férfi neve.
csak az, hogy... De még egymatom. Most azt hidedik el, hogy a kufi. Jaj, de lebuktam, hogy az, hogy a Suzától. Ezt szólta magát. Figyelj már, óvatos Ray. Hát nem nagyon az készen. Így néz ki a szeme, akkor vizsgálja a bajnagy szolgát. Hát ő jövőleg, hogy kijönte meg az a gyagyogőt. Ilyen szomagban ezelőtt... Tehát 90-ban ez egy Naruto állt itt, mit vállott. A Virovi tesztelte is. És átment a teszten. Ez is könnyű lett. Akkor milyen kérdéseket tudom. Magam a bizonytöntőn. Hogy azt csinálja, mint ő. Nálom. Szóval az áldozat nevével kezdjük. Aztán is megint meg félelemmé változott. Ezt mondtam. A tudásomat kell alkalmazni. Tehát a Cold Record, ezt minden részben tartják az első ügyben. Tehát az áldozat neve az első boss. Ugyanazt csináltam. A név, amit nem lehet elfelejteni, a bíróságon. Egy másik kérdés. Egy látogatott diák volt mikorában. Tehát mit tettünk ilyen szónappal ezelőtt? Arra kell visszaemlékezni.
Tehát ő itt az áldozat. Dr. H. Reason gyilkosa. Hát ilyen nem igazán gyakori dolog, hogy ugye gyilkosból áldozat legyen. Ez most már ilyen lesz. Ez a nő egy gyilkos. Egy veszélyes gyilkos. Zázad volt a Dr. J. H. Wilson, de... gyilkosa. Nem volt lelőve. Ő volt akkor a vádott. Ő hiába, hogy lebukott. Nem volt. Állítólag nem volt bezárva. Hát igaz, ismerte, csak a szándékot nem árulta el. Mint a valaki védeni. Nem tudták a láruténi, vagy ilyen fotigan, akit is itt sánkára küldték. Szóval jó baj. Kiküldték, mindig kell volt rá valaki. De valaki őt megölte. Augusztus 11-én történt a dolog. A kikötőnél. Gyilkosa itt történt, valaki ezt szólta. Hátulról. Két személy volt ott az áldozat és a vádott. Volt még szándéka is ott. Kérdés tesz fel. Jaj.
Hát annyira nem fontos lakó úton. Hogy lehet a tengeri egy gyilkos? Még idő? Az volt a kérdésed, hogy érzünk ki egy napot a tengeren. Nem értem, akkor már megengedélyezett is. Nem érdemeltem volna meg. Nem provokálni. Most a szándékkal folytassuk. Igen, és itt nem is tudom. Each needs on the... Tiszteleted a dolgizont. Szóval gyűlölte azt a kicsát. Szóval ezzel meg is van, de a szándék azt a bosszú. Én csapda volt. Na, csak ez. Na, hogy mi lesz volna? Miért voltál ott azon a kikötőben? És miért voltál egyedül vele? Szóval nem volt egyedül, mert tőle valaki a visztét. Azért volt ott, hogy elvegye az életét, ez volt az utolsó. Thank you.
hát nem volt francia, betettette vagy halált, vagy pedig börtötébe ment volna mindenképpen. Tehát itt van a holttest. Nem volt talán személy sehol se, aki előtt van. Szóval a tanuló is van hozzá, meg komolyabb bizonyíték. Egyik egy jelentő terepű. Nem sem kérdékedik. Hát ezt a pillanatot. Nem bírom sem vereséget. Megérdemelted, hogy megalázzon. Ha én egy szégyenlem magam. Ezt megértem álltad. Magam meghalt. Szóval bosszút és büdött. Szóval ez már még megy neki. Nem fogja visszaadat, biztos. Az egyik régés detektív, másrészt Suzuki. Igen, Satoru Hosszanaga. Aki megint átszában van. Régi vádlott, Suzuki Natsuma. Fontos is, hogy közelben van. Ügyes itt Suzuki. Igen, könnyen felismert. Még a pennek alá buktat. Jó kérdés, hogy felismer engem.
hogy marad szarra. Igen, zárszám. És ugye Mickey se tudta, hogy Cezáj vett volt. Szóval ezt két akar kapni az egyetemnél. Tehát be akart össze, belefutott össze. Benne van az újságban. A sajtó nem hagyta békén. Mindig ott volt. Itt a bizonyítékre. Szóval folytathatta, az aljas! Ilyen szemétlád! Hát akkor engedézik a rendőr, a közelében van. Még vidik köhög, véresen. Nem volt a kigyedőben. Volt dolga. De végig meg átogattam. Na, végre már kezdhetjük. Átszázta magát. Volt egy elkot, és halott valamit. Bármely találta. Egy keményen támadt, leszúrtott a gonzt. Sőt, össze volt leszúrva. Igen, de a bizonyítékot is, tehát egy tollat. Megfogta a tollat, hogy tudassa ki a gyilkos.
Jó. Még jó, ott van fel Bolt. Így ezt kell megvizsgálni. Betűzés is van ott. R.M. Ebből gondolják azt, hogy Rayman bármi a neve. Hát ez még nem szopás. Ez is elhúgyá bizonyítéknak. Jöjjtök ehhez, kérdés. Hát, még magát is lemutatja a könnyedén. Meg elfejtette, hogy nálad a hodó nincs semmi másik. Meg kell találni a következetlenséget. Ez nem fontos. Nem fontos. Többször is egy. Na ez ellentmondásos. Miért? Mert itt egyszerre szólták fel. Úgyhogy... Objection! Na csinálta. Nem lehet igaza. Benne van a boltolás jelentésben. Csak egyszer volt leszúrva. Más szóval. A valamásod hibás. Állítottad, hogy láttad őt? Vada. Látta a vért. Látta bizonyára a vért. Ha egyszer volt leszúrva, akkor a vér nem lehetett olyan nagy. Egy magyarázatot is mi. Biztos kihúzhatta
azt a tört. Majd még egy kis gond a szalába. És mi az ilyet? Elopni a sót. Hát sajnos az szóval nem igazán elfogadható. Mert ez egy témából összeadott össze is. Csak kiúztak ott, amikor kezdtük. Na hát az van lenni. Akkor miért húztak ki a... kiszt az ázatból? Gyalázatok ki ezért. De azt nem tudja, hogy miért. De kell, hogy van okot találjak rá. Az ok pedig... megmenteni. Nem volt instant a kirje. És tanult onnan valamit, hogy csúszta ki azt a... ez sajnos van. És mindig ez a tejzet. Én lehet, hogy szívja akar valamást tenni. Légy már, légy kell. Ez sors következménye van, ha gyújtjukat tört. Na jobban fog vérteni, csak kihúzzák a kést.
Csak úgy kellett kihúzni, hogy hol van a doktor közelben. Marni a falon, hogy frászt. Nem volt így mondta, persze, hogy nem tudhatta. Elég ez alap dolog. Hát, hogy mondanak abban igazol. De miért húzta ki Ray a... kést? Hát ő ezt nem tudja. Veszíthetjük a látásunkat. Viszont... A gudatot van már... Ítéletek. Most egyébként van indok ehhez. Nem ezt, a másikat. Stop. Tehát egy orvosnak ott kell lennie, mert kihúzza. Örültség gondolkodás nélkül kihúzni. Vérfürdő. Nem ismeri a... Várcsák, szóval ez hülyeség. Thank you.
Nem talál semmiféle valamást. Nem tud gondolkozni azon, hogy utána megoldás van. A viszont így számít a fejem. De valamit elfejtett. Meg kell vizsgálni azokat a bizonyítékokat. Tudom, mit kell tenni. Mindig megfordítottak a... Mekkora... Minket másra el csak izzál. Na most már tudom használni. Tudod, hogy se legapta egyet. Most nézzük a hátlagot. Itt van az újságfabó. A válasz mérege ellaptak az egyetemről. Tényleg nem tudottál arról, hogy elloptak egy méget. Ez még kezdett... Volt ilyen. Biztos a rablászokat a kemény előtte. Nagyon sokáig tart. Oké, akkor... Objection! Még egy lecsős van, azt hiszi. Miért húzta ki azt a kést? Látszott sírő. Ebben az USA-ban van. Azok közölték, hogy egy halálos mérget ellottak. És semmi köze hozzá. Melyik rész a fontos? Azt kell megválaszolni. Szóval a magyarázat egyszerű. Ha rendesen elolvassuk ezt.
A mérnökség közel hozzát, itt a válasz rá, hogy miért. Ez itt van. Tíz perc van meghal, attól miértünk. Ha megvégezték a házadot, akkor bizony az ok lehetett arra, hogy te kiúzza ezt a kist. Hogy megálltsa a mérgezést. Szerencsés dolgot nem lehet tovább. Nem orhégy. Még ez is nincs hír. Valami megállította attól, hogy... még benne egy. Hát nem értik, hogy vádoltat, miért vádolják még ez is nyújt. Ezek nem üres szavak. Bizonyítja, hogy van valami közös az ügy és a mérgezési újság között. Ja, ez bonyolult kérdés lehet. Ja, várjunk csak! Nem ez az. Ez ugye ez lesz az. Még az is áll, hogy a pupillájával is van baj. Akkor bocsás helyet is újra el kell olvasni. Pupilla meghibásodás. Thank you.
Hát ez is szokatlan. Az állapot még... olyan mérgék kapott, ami bizonyára tönkretette a szemét. Valószínűleg akkor mi találnak. Megtalál a választ. Szerintem szok kiúzni. Sajnos nem tudod semmit, ami egy az idő. Szóval be volt zárva. De nem vett észre, hogy valaki kira volt. Ray megállította. Megállt mindenki. Nem mikor tovább jöjjön. Ez mind az ő hibája. Mindenki is nem, de tolerálja. Ő volt. Ő vette észre, hogy elhatták a mérget. Egész végig tudta. Azon napon volt, amikor interjúzás volt Suzuki és Yuchin között. Nem tudott vele, hogy miért. Mert félt. Azt még egy próbálta visszaszerezni. Mert tudta, hogy ki lehetett a tolvaj. Azt gondolta, hogy Cezáig belet lopta el. Ezért Cezá csatlakozott. Mosolygott rá. Közölte már, hogy ő lopta el a mérgét. De mindent tagadott. És aztán... felállt. És elesett. Akkor látta meg a leszúrt kést. Nem tudta, hogy mit jelent. Megjefélt. Szóval tudta, hogy szenved. Ezért gondolta, hogy ha kihúzza, amelyeket megállíthatja. Úgy gondolta, hogy van esélye még túlélni, hogyha... mérjegről van szó.
Sajnálom, nem volt. Sajnálom, hogy nem volt. Csak hogy OCT. Tudja, hogy eltegye a szót. Nem tudja váltani. Jó, hogy van egy bizonyítéka? Van bizonyítéka. Nagyon perdöntő. Havozott valamiért. Jézusom! Kamerán keresztül lebukott. Ez drasztikus. De hiába tagadja ezt le. Mutatja itt ki az életre. És szépen hoznám meg az ítéletet. De előbb a bizonyítékot felteszi. Már csak az a kérdés, hogy ezt a fotót kikészítette. Nem fontos. Hát én tiltakozom emiatt. Ez nagyon fontos. Bárki is készítette, az egy szent tanú is. Hiszen ki valamilyen kell. Nem tudja ide hinni a tanult. Szóval a rendőrségre vitték ezt a bizonyítékot. De szóval ismeretlen a neve. Annak, aki küldje. Gyilkosság, hogy emiatt tökéletesen kitervált volt. Ez csak annyi bizonyít, hogy kipróbálta húzni a kést a hátával. Szóval a nevét meg kell tudni, hogyha tovább akarok menni.
Hát annak kell elmondod, hogy amit egyszer mondtok, az igaz. Nem az, hogy egy gyilkos volt. Hát valami kell, hogy legyen nyom. Van válaszom erre. Hát nem most már, hogy tudom el bizonyítani, sem. Muszáj. Meg kell osztani vele. Mert nem tud mondani. Ezt tudok bizonyítani bemutatni. Majd érdekességebben, nézzétek ezt a törésvonalat. Még itt is van törésvonal. Pont így. Hát használjuk ezt. Téged! Fotó az, ami ott a érdekes. A közelvé megnézzük. Vonalak vannak ott. Itt is van különbség, ugyanaz. Ezért kellett azt a helyes választ megadni. Az még nem mond el semmit. Hát itt nem volt több fa. De hogy jöttet így létre? Hát a kamera meg van baszódva. Azért. Tehát két fotóra tudunk. Száz ilyen, egy frászt! Elfejtettél valamit. Az újságot. A készítője az kell, hogy te tankodjál jelöl. Szozeki! Övezelj kezdve. Many memo. Szóval many memo tette ezt az egészet. Szóval ő fényképezte a titóval.
Many men volt. Szóval lenne a tanú. Szóval üldözi őt. Right and many men volt, az igaz nél. Biztos ő az. Szóval az a riporter. Meg kell találni azt, aki azt a riportert. Most tart egy szünetet. Szuper. Még valami. A kés is akarja, hogy analizálj kell, hogy van-e benne méreg. Ennyit erről. Folytatjuk. Az első epizód csak két rész és szerencséje. Tehát ezen elkezdjük a részítőn Chronicles Resolve részét. Tehát egy csak két epizód, utána megint elírás kihívás. Harmadik epizód, megint elírás kihívás kétszer, és aztán befejezem. Jó, ennyi volt mára, szevasztok!